Sziasztok, ez itt a Bögre legújabb videója, és ma kiderítjük, ja, hogy itt van Balázs, ma kiderítjük, hogy hogyan lehetünk értékes játékosok az IE-nek, mert tudni illik, elindult az Anthemnek a jelentkezése az alfa tesztre, és alfa, wow. Zárt alfa tesztelés lesz, és a kérdéseken keresztül, mert hogy erre így külön jelentkezni kell, a feltett kérdéseken keresztül kiderítjük, hogy az IE számára mi képvisel értéket egy játékosban. Készen el? Nem. Az ember, engem ez egyáltalán nem érdekel, mint az Anthem. Ez egy dubzic. Szóljunk nekik, hogy egyébként mikor ez a videó már kikerül, nem lehet jelentkezni az alfa tesztre? Kedden? Uh-huh. Nem. Hogy keressék? Na? Nagyon sem ment. Mivel főállásban csináljuk ezt a Bögre csatornát, ezért bármikor ráérünk, hogy az IE-nek, hát... Na várjál, milyen időpontok vannak egyáltalán? Nem mindegy. De a current low pages szövőből. Oké, sikerült behozni a playtesting profile-t. Where Nos, do you live? Hol élsz? Ezt muszáj megadni. Hát most megadjuk most neki. Most tudják, hogy Magyarországon élek a nézők. A következő kérdés már neccesebb. Egyéb? Prefer not to answer. Cool. Nagyon készen áll az IE 22. századra. Mennyit játszol egy héten? Hát adjuk meg a legtöbbet, mert akkor tudsz a legtöbbet tesztelni. De ez nem igaz. De most IE rabszolgák akarunk lenni, tehát mindenben azt a választ kell adnunk, ami az IE boldogsággal tölti el. Ami minket a tökéletes playtesterré tesz. Fine. De most mit fogom gondolni az IE, hogy ilyen nagy kocka vagyok? Hát nekik az kell. PC vagy? Igen. Na most döntsd el, hogy azt adjuk meg, ami igaz, vagy azt, amit hallani akarnak tőlünk. Mert amit hallani akarnak tőlünk, az valószínűleg az, hogy mindenhol játszok. Akkor mindenhol játszol. Kiváló. Ha el tudom találni. Tabletem sincs, de nem baj, játszok rajta. Így nappal látom. Azon is teszteled az Anthemet, ha erre van szükség. Melyiken nem szeretnék játszani? Trükkös kérdés. Nem, melyiket preferálod? Ja, melyiket preferálom? Hát a PC-t. Hát a konzolt. A konzolt preferálom, Ákos. Én egy konzol peasant vagyok. Na most jönnek a szaftos kérdések. Oké. Úgy érzem, hogy érzelmileg... Jó, remek kérdés. Általánosságban véve érzelmileg kapcsolódok vagy kötődök a játékban lévő karakterekhez. Hát attól függ. Attól függ, hogy ez egy BioWare játék. Nincs itt valami izé, hogy kivéve, hogy Mass Effect Andromeda vagy ilyesmi. De a BioWare szereti, hogyha te kötődsz a karaktereihez, ezért amit hallani akarnak az, hogy nagyon egyetértek ezzel. De lehet, hogy mondjuk pont, hogy nem, mert itt szerintem nem lesznek karakterek. Games are a játékok együtt csapatban játszva a legjobbak. Abszolút adom! Én imádok csapatban játszani. Legszívesebben minden kóopoznék. Még az mondjuk az nem is hülyeség. Egy négyfős kóop játék. Bioshock Infinite-ből is csak az kóop hiányzott. Négyfős kóopnál szerintem más választ nem is adhatunk meg, hogyha alfa kulcsot akarunk. Imádok szemetet beszélni, mikor haverkodok, haveraimmal játszom. A toxicitást nem támogatjuk. Szeretem, hogyha olyan játékokat játszok, amik arra ösztönöznek, hogy gondolkodjak. Looter shooternél, nem hiszem. Nem szeretem a videójátékban lévő erőszakot. Imádom. Hülye vagy? Hát imád. Jegyzeteljetek, mert ezek a legjobb válaszok. A videójátékok játszása remek mód arra, hogy a trendekkel képben maradjon. Nyilván menjünk a tömeggel és a sodorra. De ez mit jelent? Milyen trendek? Az, hogy most már az emberek inkább Netflixet néznek mozi helyen? Az, hogy karácsonykor már nem mennek a rokonokhoz, hanem inkább otthon maradnak? Vagy az, hogy a Magyarországon minden szentek van, nem Halloween? Melyik trendekről beszélünk? Na és most jön a kedvenc kérdésem az egészben. A győzelem, akkor is, hogyha tanácsot kapok, fizetek érte, vagy csalok? Nem lehetne bérülni, hogy csak akkor győzelem, ha fizethetek érte?
Én azt szeretném belevenni. Ezt majd megírjuk, hogyha kérnek ilyen kiegészítő somewhat, válaszokat. Somewhat agree. Nem, teljesen egyetértünk, mert a pay to win az az EA-nek az eszenciája. De hogy rakhatja össze ezeket? Tehát, hogy oké, hogy akarsz pay to win játékosokat bétába, de akarsz csalókat is? Igen, akarsz, mert így derül ki, hogy lehet csalni a játékban, és ki lehet patchelni. Igazából csak hinteket akarsz, viszont így hozzácsaphatja az EA a pay to win mechanikákat is, és a csalásokat is. Ha azt mondod, hogy nem érted egyet, akkor egy hülye hardcore vagy, aki még tanácsot sem akar kérni. Hinteket sem akar. Igen, pontosan. Viszont, hogyha ezzel strongly agreezünk, akkor biztosra vehetett, hogy 8-án az Anthem-mel fogsz. Ez olyan, mint hogy azt kérdezném, hogy szereted a Pepsit, az Xboxot és Hitlert? Igen vagy nem? Mi motivál téged, hogy you to play and choose the games you play? Tehát mi motivál téged, amikor kiválasztod és játszol azok a játékokkal, amikkel játszani akarsz? Azt mondja, 0 egyáltalán nem motivál, 5 közepesen motivál, 10 extrém mód motivál. Az év hihetetlenül következetes, és az előbb ilyen pontokat kellett bepötyögni, most viszont egy dropdownból kell ugyanazokat a lehetőségeket kiválasztani. To feel a sense of pride and accomplishment, ownership. Tehát, hogy akarom ezt kölcsönözni, nem motivál, nem akarom kölcsönözni. Tehát nem akarom, hogy enyém legyen a játék, elég, hogy a kölcsönözöm. Mert hogy az EA akarja tolni az EA Access. Ez konkrétan a játékra gondol, vagy a játékban, hogy úgy érezd, hogy ez a te játékod. Felfedezzünk új környezeteket és más világokat. Nagyon motivál. Főleg, hogy a DLC-ben jön. Ja, igen, igen, azt is hozzá kellett volna. Saját dolgokat, zárójelbe. Saját dolgokat kreáljak. Nem, kreálja nekem mindent a BioWare és az EA. Hogy olyat csinálsak, amit nem csináltak a valóságban. Mondjuk itt lehet arra gondolnak, hogy én megosztom Twitteren a legjobb pillanataimat. Úgyhogy kap egy 4-est. Ez nekem bit of a stretch, de oké, legyen. To do something you can't do in real life. Of course. Igen, szeretnék randizni a játékokban. Szeretek romance-be keveredni a BioWare játékokban, mert az a valóságban nem lehet. Szeretnék fölösleges dolgokra valódi pénzt költeni. Hát azt mondjuk a valóságban is csinálni. To feel a sense of accomplishment. Abszolút, extremely motivál. Nem igaz képesek voltak ezeket a szavakat beírni. To challenge myself. Oh, hát no, az EA-nek az a jelszava, hogy challenge everything, kivéve... Hogyha fizethetsz érte, hogy könnyebb legyen. Szóval én nem akarom, hogy kihívás legyen, mert akkor egyszerű... Várj, ha nem kihívás, akkor hogyan fogod megvenni a lootboxokat, meg az akármiket? Bár az, aki mondjuk az egyik az, hogy aki challenge-nek fogja fel, az túl akar rajta jutni, ne? Tehát hogy le akarja győzni a challenge-et, nem pedig túl akar rajta jutni. Szóval az, akinek challenge valami, az nem fog lootboxot venni. Aki nem akar challenge-elni... Igen, igen. Körbe mentem egy kört. Akkor jó, akkor ugyanott lyukadtunk, igaz? Szuper. Csak gyorsabb voltam a gondolkodásban, mint te. Nem, lassabb, mert neked el kellett magyarázni saját magadnak. Nem akarom, hogy... Nem kell gondolkodni. Intellektuál challenge? Mi ez? Egy könyv? Hogy szintet lépjünk? Persze. Mindenképp, minél gyorsabban, minél gyorsabban... Én pályának értelmeztem. Ja. De mindegy, ugyanaz. Az minél gyorsabban és minél több valódi pénzt költve jussunk minél hamarabb a legmagasabb szintre. Hogy mindent összegyűjtsek. Igen. Mindent össze akarok gyűjteni. Mindent. Nyilván. Hogy... Rakjatok bele 268 ezret, hogy Pride and Accomplish legyen, mikor megszerzem az utolsót is. Hogy domináljak másokat. Oh yeah! Az az igazi. Az az igazi érzés, mikor... rátaposodsz a torkára. Akkor veszek egy gold kártyát, és azzal mindenkit lealázom. Legmagasabb rang? Persze! Ingyen cuccok? No, thank you. Nem kellene ingyen cuccok, az a gyépéseknek van, akik nincs pénze venni. Nem vagyunk szegények! Ez a Proliknak kell, akik CD Projekt játékokat játszanak? Ja, akik 150 dolgot akarnak ugyanazzal játszani, nélkül, hogy pluszba fizetnének érte. És még ingyen DLC is. Part of the in crowd or a popular group. Of course! Nagyon szeretnék extrém csoportoknak. Mármint extrémül szeretnék csoportoknak a tagja lenni. Na lássuk csak, melyik a kedvenc játékfajtaim? Stratégiai játékok. Starcraft, Civilization, Command & Conquer. Nem. Én a Command & Conquer csak mobilon szeretném játszani, de ott mindenképp, majd minél nem hamarabb. Nem lesz ilyen verzió is. MOBA. Imádom a mobákat. Az EA-nek van mobája? Lesz, ha azt kitöltjük jól módon. Akkor nem töltjük. De, átlagjátékos vagyok. Imádom a mobákat. Középső line. De most nem átlagjátékos vagy, most EA játékos vagy. A middle line kiviszi. Lane. Lane-t.
És abba gondolj bele, hogy most nem átlagjátékos vagy, hanem EA játékos. Itt specifikusan a lehető legrosszabb játékosnak kell lenned, akkor, amit csak el tudsz képzelni. Akkor nem kérem a mobákat. Bár szörnyű emberek az, hogy mobákkal játszanak. De vannak itt sokkal jobbak, mint a Casino Games. De például. Nem zárják ki egy... Puzzle Arcade. Igen, Puzzle Arcade, azt játszom a mobilomon. Ja, hát nyilván, mert a Puzzle Arcade-nél a Candy Crush-t, a Bejeweled és az Angry Birds-öt nyomják. Véletlenül sem mondjuk a portált. Vagy a Witness. Vagy a Return of the Obra Dinn. Nem. Candy Crush. De igen. Ja, igen. Brain Training. No. City Building, a SimCity itt van, úgyhogy azt mindenképp szeretjük. Főleg, mert az EA-nek nagyon fut a SimCity a mobilom, meg a tabletem. Tényleg? Uh-huh. Van ilyen? Uh-huh. Családomban játszol valaki. Nem vagyok rá büszke. Clash of Clans, mindenképp. Mert az EA? De érted, akciójáték és Clash of Clans. Érdekes amúgy, hogy nem nagyon vannak EA játékok. Mert mondjuk az EA nem csinál játékokat, de... Ó, lesz itt FIFA is. Az is hát kell, az mert van a legtöbb ludók potenciál. Shooter is. Hát ez mégiscsak ez egy shooter lesz. Nyilván. Card Battle Games. No. Simulation Games. Kim viszont Kardashian. Itt nagy potenciál van a pack vásárlásra. Azt látod, hogy Simulation Games volt van a Kim Kardashian Hollywood, mint példa. Szerencsére nem tudom, mi ez. Én sem, de biztos, hogy nem ez lenne, ha azt mondom, hogy szimulációk, és két játékot kell megneveznem, akkor az egyik a Sims. Biztos nem a Kim Kardashian Hollywood lesz a másik. Hát most nem miért adták volna oda, hogy EU4 az egy igazi játék. Okay. Mass Effect. Itt a Mass Effect, úgyhogy ez muszáj, meg hát nyilván az Anthem is valamilyen szinten ilyen light-os RPG lesz, úgyhogy azt bejelöljük. Please select the minimum of one and the maximum of one answer. Think about your favorite game, what type of game is this? És a kedvenc játékom az Anthem. Ennyi volt! Ne! No! Én még akarok! Hát többet. Ez nagyon gyorsan túlestünk rajta. Hát ez jó volt. Akkor mi a konszenzus? Milyen játékost keres az EA? Nem tudjuk, de vannak feltételezések természetesen. Az EA a legújabb AAA-s hardcore Anthem játék tesztjére olyanokat vár, akik mindenképpen szeretnek mobilon játszani, lehetőleg nagyon sokat, akik szeretnek a lootboxokért fizetni lehetőleg nagyon sokat, és akik szeretik a Pride and Accomplishment-et érezni a szívükben, a lelkükben és a pénztárcájukban. Kicsit elhatárolódnék tőled, na, mert ezt azért gondolod, mert ezeket jelöltük be. De lehet, hogy ők csak megadják a lehetőséget arra, hogy mindenki képviseltesse magát. Hát csak tudod, van az a dolog, hogy a híradóban arról beszélnek, amiről szeretnék, hogy az emberek beszéljenek. Itt meg olyan kérdéseket tesznek fel, amikre szeretnék tudni a választ. Engem jobban aggaszt. Nagyon-nagyon más kérdések itt is fel lehetne tenni ezzel kapcsolatban, mondjuk releváns kérdések. Ebben engem jobban aggaszt az, hogy konkrétan amikor voltak ezek a, hogy milyen játékstílus szeretsz, akkor minden egyes sorban volt egy mobiljáték. Tehát ez már egy mesélő dolog. Tehát ez elég jellemző, hogy a két szimulátorjátékra tudnak gondolni, a Sims-re, mert a saját, meg a Kim Kardashian Hollywoodra, mert aki esetleg mobilot paszkodja egész nap, és így szeretne az Anthem-mel alfázni, az megtalálja, az tudja, hogy mi ez a szimulátorjáték. Például a Kim Kardashian Hollywood, az egy szimulátorjáték. Rengeteg 40-es, 50-es anyuka van Amerikában, aki ég a vágytól, hogy alfa tesztelhesse az Anthem-et. Ez szerintem ez a konklúzió. Reméljük, hogy bejutottunk. Most jönne az, hogy a leírásban megtaláljátok a linket, ahol lehet jelentkezni az alfára. Ez nincs ott, ez nem a mi hibánk. Mi megpróbáltuk pénteken felvenni ezt a videót, de összeszarták magukat a szerverek. Úgyhogy kedden került ki, az alfára jelentkezés hétfőn zárult le. Reméljük, ott voltatok időben, ha nem, akkor sajnáljuk, hogy végig kellett szenvednetek ezt a videót. Kérdezhetnétek, hogy miért nem raktuk ki Discordra, és erre Ákosnak az a válasza, hogy... Bye! Oké, már Romániában van. Hát akkor köszönjük a figyelmet, és találkozunk holnap, és holnap után, és azután is, és egész héten minden nap! Sziasztok!